üdvözlök mindenkit ezen a szép nyári napon. 38 fok van, képzeld el, itt vagyunk a semmi közepén, majdnem megsülünk, én és az öcsém. A mai videóban nem más fogunk csinálni, mint egy olyan dolgot fogok megpróbálni, kipróbálni, amit rettentő régóta szerettem volna megtenni, de sosem volt rá lehetőségem. Ez mellett fogunk játszani is, lesz egy nyereményjáték, majd a videó vége felé el fogom nektek árulni, hogy mit kell, hogy csináljatok, hogyha részt szeretnétek benne venni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én rettentő régóta meg szerettem volna próbálni, hogy melyik autó gyorsabb, egy sportautó vagy egy távirányítós autó. Persze nem hosszú távon, mert hosszú távon ugye egy autó nyerne. Úgyhogy mielőtt elkezdjük a versenyt, beszeretném nektek mutatni a két autót. Kezdem az öcsémével. Ez az öcsém autója, ez egy Peugeot RCZ sportautó. 1.6-os turbós motor van benne, 200 lóerő. Elég szépen néz ki, legalábbis nagyon tetszik a külseje, olyan érdekes a formája. Hogyha megnézzük a tetejét, nem tudom, hogy láttatok-e ilyet vagy nem, de így meg van hajulva, mintha hullámok lennének benne. Van rajta 19-es szép kerék, ilyen szép fekete, ugye én szeretem a fekete kerekeket, van benne ilyen, egy kicsit ilyen ezüstös, egy kicsit koszos, úgyhogy nagyon nem akarom tapogatni, de ha megvan most van, nagyon szépen néz ki, az eleje pedig ilyen agresszív, látod itt ez a nagy Peugeot jel az elején, van benne csipogó, hogy ne tudjál neki menni semminek, ugye, hogyha parkolsz, ködlámpa, aztán megyek át a túloldalra, végülis a túloldal ugyanúgy néz ki, mint a másik oldala, ugye. Ami még tetszik nekemben, az ajtaja. Látod, egy kicsit így feljön a hátulja, és van benne ez a merevítés, végülis itt a tetején, ami egy kicsit kiemeli ezt az egész autó, ugye, a formáját. Aztán megyek hátulra, mutatom nektek, hogy hogy néz ki. A tanksapka itt van, ugye ott alatt, hogyha kinyitjuk. A hátulja így néz ki, nem láttok rajta spoilert, ugyanis a spoiler, képzeljétek el, el van tüntetve. Csak itt van, mutatom nektek, csak akkor jön ki, hogyha az autó elér egy bizonyos sebességet, vagy pedig egy gombnyomást, amit mindjárt meg is fogok nektek mutatni. Van rajta 2 darab kipufogó, itt bal oldalt, ahogy látjátok, és egy ködlámpa. Most pedig mielőtt megmutatom nektek a belsejét, megkértem az öcsémet, hogy nyissa ki ezt a spoilert, hogy meg tudjam nektek mutatni. Van egy gomb, mutatom neked, várjál. Tehát, hogyha rátod a gyújtást, itt van ez a gomb, látod? Azt megnyomod. Így néz ki a spoilerrel, nem túl nagy, nem túl pici, szerintem pont jó. Egy kicsit kiemeli a hátulját, ugye? Úgyhogy most megmutatom nektek a belsejét is. Ez egy 4 személyes autó, elől van 2 rendes ülés, hátul pedig 2 darab kisebb, amiről majd mindjárt fogok beszélni, és beülök hátul, hogy lássátok, hogy mekkora. Az ülés ilyen sportülés, ez egy manuális váltós, nem automata. Szerintem én szeretem a manuális váltós autókat, főleg sportautókat. Várjál, beülök egy ülésbe. Beülni egy kicsit nehézkes, ugyanis itt, látod, itt van ez a fejednél, és hogyha nem húzod le a fejedet, akkor beütheted. Én nagyon sokszor beszoktam ütni a... nem ezt az oldalt, hanem ezt az oldalt, ugyanis ugye nem én szoktam vezetni, hanem az öcsém, és honnét ülök be, és nem figyelek oda, csak be akarok ugrani, nagyon sokszor én beütöm itt a fejemet. Aztán mutatom neked itt az ajtónál, hogy mi van az ajtónál. Ilyen Peugeot embléma, látod itt lent az ajtónál, aztán mutatom nektek a pedálokat, sportpedálok, ilyen ezüst színűek, hogy ne csúszol le ugye róla a lábad, van rajta ilyen gumis kiálló, nem tudom minek mondják, ilyen kiálló valaminek. A kormányon, ahogy látjátok, nincsen semmiféle fajta gomb, ugye nincsen rajta cruise control, vagy irányítani tudod vele ugye a hangberendezést. A kormányra semmi más nem raktak, csak a dudát, és persze ugye a Peugeot jelet. Ez nekem abból tetszik, ugye, hogyha mész, hogyha mondjuk versenyezni akarsz, amit ugye persze nem versenyzel, de a kezed nem akad bele semmibe, ugye nem nyomsz meg semmi gombot, csak a dudát véletlenül, de semmi felesleges gomb nincs a kormányon. Ez mellett itt a Peugeot, látod, az RCZ jel. Amúgy van benne cruise control, de az összes gombot ide rakták. Ide ahol van az index, mutatom, várjál, innét, látod? Itt van a lámpa, az index, és ez alatt van a cruise control, ugye, hogy be tudjátok állítani. A túloldalt, ott is van az ablakmosó, az ablaktörlő. Amúgy ez az autó kulcssal indul még, tehát nem gombnyomásra. A műszerfal, ahogy látjátok, ki van emelve a közepe, 250 van beleírva, hogy megy annyival vagy nem, azt nem tudjuk, ugyanis olyan gyorsan még sosem mentünk. Ez mellett ugye mutatja a benzint, mutatja a hőfogat és a fordulatszám mérőt. Ez mellett középen van egy kicsi kis LCD képernyő, ott is mutatja, hogy milyen gyorsan mész, hogyha ugye nem akarsz ide ránézni, vagy pont ha nem látod, ide vele a szemed felé mindjárt mutatja szép nagy piros számokat. tehát nem tudsz túl gyorsan menni, ugye, hogyha nem akarsz. Aztán maradjunk a kijelzőknél, itt középen is van egy kijelző, itt is van egy kicsi kis LCD kijelző, az azt mutatja, hogy a rádióállomás milyen állomáson van, hogyha véletlen valaki hív, ki hív, tehát ilyen dolgokat jelez ott ki. Ez alatt van egy másik óra, egy ilyen analóg óra, látod? Aztán mutatom a dual légkondit is. Itt be tudod állítani, hogy a vezetőnek beállítom, mondjuk 20 fokot nyomjon, az utasnak pedig 35 fokot, tehát külön tudod állítani. Mellette pedig nem más van, mint matt bőr, szép fehér cérnával kivarva, és ilyen kellemes, ilyen puha fogása van neki. Hangberendezés is van benne, nem más, mint GBL hangszórók, és egy erősítő, meg mélynyomó van beleszerelve. A mélynyomót nem tudom, hogy hol van, majd lehet, hogy megkérdezzem az öcsémet, de a hangszórók itt van egy ebbe az ajtóba, aztán van ugye a másikba is, hátul is, de elmutatom nektek a hátsó ülést. Így néz ki a hátsó kettő ülés. Végül is ez nem ülés, csak azért van, hogy ha akarsz, bele tudsz hátulra mászni, amit meg is mutatok nektek, hogy milyen pici a hely. Próbálok bemászni, ugye az ülés jobban, bár mutatom neked. Ha hátulra be akarsz mászni, semmi más nem csinálsz, mint fogd ezt, felemeled, előre jön az ülés, nem olyan túl nagyon, körülbelül ennyire, az ülés ugye nem megy előrébb, és itt be kell rakni a lábodat, és be kell préselni magadat, ami nagyon nehéz, legalábbis nekem, én 178 centi vagyok, de itt bent ülni, várjál, mutatom az ülést, látod a lábamat? Hogyha behúzom, a térdem ide feljön majdnem a nyakamba. Tehát, hogyha az ülést a két lábam közé veszem, akkor nagyjából meg tudok ülni, ami még nagyon zavaró, hogy itt van az üveg, látod? A fejemet nem tudom kiegyenesíteni. Tehát ha rendesen beleülök, én nem férek bele. Hogyha előre tolom magamat, nagyjából az ülést, ugye, látod? Nem férek bele. Tehát 2 darab gyerek nagyjából bele tud ülni. Néha Lucas hátrébb be szokott ülni, de még ő is azt mondja, hogy nagyon szűkösen van. Úgyhogy végül is 4 ülés van benne, de nem 4 személyes az autó. Aztán mutatom nektek a csomagtartót, úgyis a csomagtartó nagyon érdekes, mert rettentő nagy. Megmutatom nektek, hogy milyen, amit ki tudom. Várjál, préselni magamat, jaj, várjál. Nyílik a csomagtartó. Oda néz, látod, hogy milyen nagy. Ahhoz képest, hogy ez egy sportautó, szerintem rettentő nagy. A kamerán lehet, hogy nem látjátok, de mindjárt megmutatom nektek, ugyanis belemászok. Látod, én simán beleférek, olyan mondom, még nagyobb hely van itt hátul, a csomagtartóval, itt a hátsó ülésen. Mutatom, látod, a lábam is rendesen belefér. Kicsit kiáll, hogyha lehúzzuk a tetejét, húzod le egy kicsit a tetejét. Hogy húzzam le. Húzod le a tetejét, de szép lassan. Bent marad? Bent, na, csukjad. Dehogy nem nyílik ki. Csukjam bele? Ja, csukjad bele. Hülyesked? Nem, nyugodtan, csukjad bele, ki fog az nyílani. És ha nem? Hát dehogy nem, akkor benszorulok. Na csukjad, opá! Na látod, csukjad! Itt van egy ilyen kis lámpa, ami most nem ég, de kinyílott. Belefértem, na, de fényes lettem. Bár szerintem a csomagtartóban senki nem akar utazni, de hogyha van nagy bőröndöd, és te mész meg a haverod vagy a barátnődön, nyugodtan, kényelmesen belefértek. Várjál, hova húzol a lábamat? Hülyeskedjél! Kiszállni mondjuk nehéz belőle. De hogy mondjuk, hogyha valakit elrabolsz és bele akarod rakni a hátsó ide a csomagtartóba, nyugodtan belerakatod, mert belefér, nem is egy, lehet, hogy még 2 ember is. Na várjál, kiugrok belőle. Most pedig megmutatom a hangját még mielőtt vezetem egyet, ugyanis fogom egyet vezetni, amit nem olyan sűrűn teszek meg, de most a videó kedvéért az öcsém azt mondta, hogy nyugodtan vezethetem. Várjál, beindított az autót, nem hallottátok, közelebb megyek a kipufogóhoz, és megmondom neki, hogy állítsa le, és indítsa be újra nektek. Tetszik a hangja, olyan sportos, sportautó hangja van neki, úgyhogy most nem más fogok csinálni, mint vegyek vele egy kört, visszajövünk és mutatom nektek a távirányítós automat, és elkezdünk versenyezni. Meg vagyunk, beveszem magamat és indulunk, te 200 lóerő, turbós motor. Én rettentően izgatott vagyok. Na már átadom a kamerát az ecsémnek, addig fogjad. És indítjuk. Hol a kulcs? Itt a kulcs. Nem gombnyomásos. Ablakot felhúzzuk, beindítjuk a légkondit. Berakjuk egybe. Na, mit csinálsz? Váltottuk a légkondit, várjál, túl hangos lesz. Rettentő régen vezettem már ezt az autót, hogy látod, hogy izzadok. Te! Elmegyünk arra felé. Szépen. Kupulj elé, fent fog. Amúgy mutatom, de ma is az öcsém mutatja, látjátok? Ilyen semmi közepén vagyunk, ahol egy-kettő talán ilyen traktor jár, de amúgy semmi se. Ott egy rossz autó, látod? Itt van egy ilyen pálya. de! Itt laknánk, nekünk is lenne egy ilyen crosspályánk, és lehetne utatni. Van ott egy bogár is, meg van itt egy víz is, majdnem belemegyünk. Ahogy az autó, a kormánya rettentő jó, jó a fogása, de van bele ez a kettő kapaszkodó, hogyha túl gyorsan mész, ugye ebbe bele tudsz kapaszkodni, és rendesen tudod fogni. És 6 sebességes. Jelenleg 60-nal megyünk, nem megyünk olyan túl gyorsan. A turbo, ide mindjárt kérünk egy kicsit arra a másik útra, ott egy kicsit oda tudok neki lépni. Körülbelül olyan 3-4000 fordulatnál kapcsol be, ugye? Ilyen 4000 fordulatnál kapcsol be a turbo. Mikor bekapcsol a turbo, mindjárt megmutatom, mi történik. De lehet, hogy annyira nem fogjátok érezni nem fogjátok, de látni. Belesüpp ez a kicsikét az ülésbe, ugye? Mutatom, visszarakom kettőbe az autót. Szépen beállunk egyenesbe, és odalépünk neki. 4000! Annyira nem látjátok ti, de elég szép a hangja. Kicsit visszalassítok, várj, megmutatom nektek. Én rendesen hallom a hangját, olyan sportautós a hangja. Visszarakjuk kettőbe, lelassulunk, várjál egy ilyen 30-ra. És a fordulat 2005, 3000. És már 100-an is vagyunk. Amúgy, ha jól emlékszem, ugyanis én utána néztem, nem tudom, hogy az öcsém tudja vagy nem, de olyan 7 másodperc alatt gyorsul 100-ra ez az autó, ugye. 1.6-os turbo motor van benne, tehát nem olyan túl nagy, de a turbo megnyomja, és ha nem vezettem egy turbos autót, akkor ez ugye elmagyarázni. Aki tudja, hogy mi az a turbo, és már ült olyanba vezetett, az tudja, hogy mit jelent, mikor a turbo megindul, és én rettentően szeretem az autókat, ugye főleg a sportautót, ezt az autót is nagyon szeretem. A Mazdámat is szeretem, a Mazda az nem turbós, ez turbós, egy kicsit más az élmény, ugye amikor ezzel az autóval mész, vagy pedig egy Mazdával, ami egy élményautó, az inkább a sportautó olyan kemény, durva, ugye a felfüggesztés, a kerekek, minden olyan sportos, a fogás, na minden. Úgyhogy most megfordulunk, és visszamegyünk, megnézzük, hogy melyik autó gyorsabb, versenyzünk egyet. De én nagyon szeretem ezt az autót, elég gyorsan tud menni, ugye itt nagyon nem lehet hajtani, de mikor a turbo ugye bekapcsol, belesüppedsz az ülésre és elkezd menni, nem tudom, nekem rettentően tetszik ez az autón, én nagyon szeretem vezetni, bár olyan sűrűn nem vezetem, hogy szoktam mondani. Úgyhogy most pedig még mielőtt tényleg nekiállunk és versenyzünk, megmutatom nektek az én távirányítós terepjárómat. Ez az én távirányítós terepjáró autóm. Hogy látjátok, van rajta szép 4 nagy ilyen terepjárós kerék. Amit tudni kell erről az autóról, ugye, hogy 4 kerék meghajtású, de nem vízálló. Azért mondom, hogy nem vízálló, ugyanis, hogy látjátok, egy kicsikét sáros, ugyanis az utolsó alkalommal, amikor használtuk a Lucasre, belementünk a vízbe, itt a semmi közepén, végül is a sárba, és az autó pár másodpercen belül megállt. Mutatom az alját is, a motor ugye ott van bent, amit nagyon nem lehet látni, bár próbálom kinyitani itt az alját, vagyis a belsejét. 2 darab ellen megy vele, ugye ilyen újratölthetős ellen. Ezt a vázat le lehet erről az autóról szedni. Van rajta itt egy ilyen kis pöcce, ki kell húzni, van az elején is, le tudod venni, hogyha például javítani kell az autót, hogy valamit kell ugye rajta szerelni. Van hozzá egy távirányító is, ami ott van valahol az öcsémnél. Az autó végül is körülbelül olyan 30 km/h-val tud menni, maximum 40-nel dombol lefelé, meg nem széllel szembe, ugye, tehát nem olyan túl gyors, de én azt mondom, az öcsém azt mondta, hogy az ő autója gyorsabb lesz. Én azt mondom, hogy a távirányítós autó ugye rövid távon, hogyha egymás mellé áll a két autó, szerintem nyerni fog. Én azt mondom, hogy a távirányítós autó fog nyerni, de majd mindjárt kiderül. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint beállunk ide középre, mutatom nektek. Valószínűleg innét fogunk majd elindulni valahonnét. Az öcsém is egy kicsit kijebb fog ide állni ugye az útra. Egymás elé fog állni a két autó, és arra felé fogunk elindulni. Van itt egy ilyen 50 méter. Elkormányoztam az autót, az öcsém jobban elindult, ugyanis én elindultam jobbra felé, úgyhogy próba 2. Én azt hiszem, hogy az öcsém nyert, ugyanis elpörgött az autó. Én úgy vettem észre, hogy egy kicsit felgyorsult utána, amint ugye a kerekek elkapták a betont. Azt fogjuk most csinálni, hogy kimegyünk oda a rendes útra, ugyanis ez egy ilyen bekötő út, az nem ennyire kavicsos, mint ez, és megpróbáljuk ott is. Azt hiszem, hogy az öcsémnek volt igaza, ugyanis én akárhogy néztem, mindig ő nyert, mindig te nyertél, úgyhogy neked volt igazad, örülök neki. Én azt, hogy legközelebb egy lassabb autóval kell, hogy ezt megpróbáljuk, és lehet, hogy több esélyem van. Legközelebb nem sportautóval kell versenyeznem. Lehet, hogy az volt a baj, sportautó és terepjáró. Mit gondoltam? Te? Na minden. Úgyhogy, amúgy beszélgettünk az öcsémmel. Ugye, én rettentően megbízok az öcsémbe, és ő is rettentően megbízik bennem, ugye? Hát legalábbis nagyon remélem. Mármint vezetésről beszélek most, ugyanis azt találtuk ki, hogy le fogjuk tesztelni egymást, hogy ki mennyire bízik meg a másikban. Ő is szeretne menni egy kört, most nem az ő autójával, hanem ugye ez úgy fair, hogy most én megengedem, hogy menjen ő az én autómmal, a távirányítós autóval. Akar pörögni két kört itt a homokba, a kavicsba. És, hogy érdekesebbé tegyük a dolgokat, én kiállok középre, terpeszbe teszem a lábomat, besukom a szememet, és megbízok az öcsémbe, hogy rettentő nagy gázzal át tud menni a lábam között, és nem töri el a lábot, vagy nem jön neki. Bár nem hiszem, hogy eltöri a lábomat, de ha nekem jön, akkor rettentően fájni fog. Utána lehet, hogy én is megpróbálom. Mit szólsz hozzá? Képzeld el, mi történt? Elindultunk hazafelé, ugyanis haza kell menni, fel kell tölteni az autót, lemerült benne az akkumulátor. Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan, de lehet, hogy a nagy meleg miatt. 38 fok van, itt nézem, mutatom. Látod, oda mi van kérve, oda. 38 fok van, lehet, hogy a kamerán annyira nem látod, de az öcsém közben vezet. Rettentő meleg van, lehet, hogy felforrt az akkumulátor a távirányítós autó, vagy nem tudom mi történt. Úgyhogy most hazamegyünk, feltöltjük, és majd valahol megnézzük, hogy megbízunk-e egymásba, vagy nem. Ott majd tud pörögni rendesen ugye az autóval. Az öcsém még nem vezette ezt a távirányítós autót, úgy látszik, hogy nincsen sose szerencséje. De még mielőtt hazamegyünk és feltöltjük az akkumulátort. A nyereményjáték még el nem felejtem, ugye, hogyha részt szeretnél benne venni, semmi más nem kell csinálnod, mint hogyha nem vagy feliratkozva ugye a csatornára, ahogy szoktam mondani. Ne felejts el feliratkozni, egy szeretést nyomni, ugye a szeretőgombot erre a videóra, és helyesen válaszolni a kérdést, amit mindjárt kérdezek tőletek, bár nincsenek helyes vagy rossz válaszok, ugyanis mondom a kérdést. A kérdés a következő. Melyik a kedvenc sportautód? Mindegy, hogy már vezettél ilyen autót, vagy nem vezettél, vagy van ilyen autód, de lehet ez akármelyik. Nekem a kedvenc sportautóm, én szeretem a Mazdát, az MX-5-öset, én szeretem a Peugeot RCZ-t is, ugye az ösémét, de a Ferrarit én rettentően szeretem. Mindegy, hogy milyen Ferrari, én az életben nem vezettem még Ferrarit. Én nekem a kedvenc sportautóm, az egyik kedvenc sportautóm ugye a Ferrari. Úgyhogy ide a videó alá írjad meg, hogy melyik a te kedvenc sportautód. Ha nincsen, írjad meg, hogy nekem nincsen, minden autót szeretek. Úgyhogy most hazamegyünk, feltöltjük az akkumulátort és folytatjuk tovább. Képzeld el, nem működik az autó, nem tudom beindítani, közben elment már 2 nap, feltöltöttem az akkumulátort nem egyszer, hanem 2-szer is, és mindenhogy mit csinálok, az autó meg sem bukkanik. Valószínű szerintem belement a víz vagy a sár a múltkor, és azért nem akar beindulni. Úgyhogy nem fogom tovább próbálgatni, valószínű, hogy darabokra fogom most majd szedni az autót, kipucolom minden egyes csavarját, és reméljük, hogy újra el fogom tudni majd indítani a jövőben. Ezt a mai videót itt most én befejezem, remélem, hogy élveztétek, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ugye ahogy szoktam mondani, sziasztok!